1848, te csillag. Amikor 1848 és 49 időszaka Pozsony kapcsán felmerül, először valószínűleg a mai egyetemi könyvtár, az egykori Magyar Királyi Kamara épülete jut eszünkbe. A 18. századi palotáról készült ábrázolások sok tankönyvben és történelmi összefoglalóban szerepelnek. Az épület falán emléktábla hirdeti, hogy 1802 és 48 közt itt ülésezett a Magyarország gyűlés. Elsősorban az alsó tábla, de az országház felsőházi tanácskozásoknak is helyet adott. Itt volt az utolsó pozsonyi és egyben legutolsó rendi országgyűlés is 1847-48-ban, amely az úgynevezett törvényes forradalom, tehát a közjogi reformok elindítója. A ma olvasótermekként szolgáló első emeleti nagy helyiségben zajlottak a reformkori politikai viták. Ott hangzottak el az akkori híres szónokok, Felsőbükki Nagypál, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos és mások beszédei, miként a felső táblán például Széchenyi Istvánéi. Részben ehhez az épülethez köthető a később Magyar Tudományos Akadémiává alakuló Magyar Tudós Társaság létrejötte is. Igaz, 1825. november 3-án nem itt, hanem a rabváltó trinitáriusok ma már nem létező kolostorában zajlott, azaz alsóházi úgynevezett kerületi ülés, amelyen a felsőházi Széchenyi István birtokai egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Tudós Társaság céljaira. A kolostor helyén ma a hajdani pozsonyi vármegyeház áll. A nemes felajánlás pillanatát pedig Holló Barnabás domborműve is megörökíti az Akadémia budapesti székházának oldalfalán. 1848 és 49 pozsonyára gondolva eszünkbe juthat az 1778 és 81 közt épült prímási palota is, amely hajdan az esztergomi érsekeké és hercegprímásoké volt, a 20. század elejétől pedig a városi önkormányzaté. Gyakran itt ülésezett a felsőház. A keleti épületszárny első emeleti tükörtermében a forradalom vívmányaként 1848. április 7-én megalakult a felelős minisztérium, azaz a pozsonyi származású Batthyány Lajos vezette magyar kormány. Ugyanott írta alá április 11-én 5. Ferdinánd az úgynevezett áprilisi törvényeket. Ezek komoly reformokat jelentettek, bár egy részük a szabadságharccal együtt elbukott. Jobbágy felszabadítása földesurak kártérítésével, jogegyenlőség, tehát az úri székek eltörlése, választójog a negyedes telkek után, továbbá közteherviselés, független és felelős kormány, népképviseleti országgyűlés, gyülekezési sajtó és szólásszabadság, a nemzetőrség felállítása, valamint unió Erdéllyel. Az áprilisi törvényeket szentesítő 5. Ferdinánd az utolsó 1830-as pozsonyi koronázással lett magyar királlyá itt, a Szent Márton dómban, ám ténylegesen csak apja első Ferenc halála után 1835-től uralkodott egészen 1848. decemberéig. Akkor a 18 éves első Ferenc József váltotta őt az osztrák császári trónon, akit az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés értelmében magyar királlyá is megkoronáztak a budavári Mátyás templomban. És most vessünk egy pillantást a reformkori Pozsonyra. Pozsony 10 évvel a mohácsi vész után 1536-ban országgyűlési határozat alapján a Magyar Királyság helyettes ideiglenes fővárosa lett. Pontosabban a kormányzati szervek székhelye, de ez a gyakorlatban fővárosi státuszt jelentett. A legtöbb központi intézményt illetően a 18. század második feléig az országgyűlések vonatkozásában 1848-ig töltötte be ezt a szerepet. Mária Terézia és fia II. József uralkodása idején, a 18. század második felében a gótikus reneszánsz városmagot jelentősen átformálva barokk és rokokó paloták egész sorát emelték. Mária Terézia idején elbontották a városfalak nagy részét, így Pozsony a 19. században is egyre terjeszkedhetett és gyarapodhatott. Karolina Augusta 1825-ös koronázásától kisebb megszakításokkal 45 éven át hajóhíd kötötte össze a Dunajobb-parti ligetfalui városi díszkerttel a mai 48-as szlovák forradalmi költő nevét viselő Janko Král ligettel, amely Közép-Európa egyik legrégebbi
1775 óta létező nyilvános parkja. Csinosításához az ide előszeretettel kikiruccanó Széchenyi István is hozzájárult. Az első gőzhajó 1818-as pozsonyi megjelenése és egy 1830-as próbaút után 1831-ben menetrendszerű Pest-Buda-Pozsony-Bécs gőzhajójáratokat indítottak, 1836 és 1846 között pedig megépült a Pozsony-Nagyszombat-Szered vasútvonal. A felszámolt déli városfalszakasz és a Duna közti részen kialakult a sétatér, a Promenádplac. Az egyik legfontosabb pozsonyi fórum lett, amit a mindenkori emlékezett politika is visszatükröz. Csak 48-hoz kötve, a szabadságharc leverése utáni Bach korszakban néhány évre a József Radetzky osztrák marsalról elnevezett Radetzky plac lett. 1899 és 1920 közt Kossuth Lajos tér volt. 1921-től a 48-as cseh mozgalmakban fontos szerepet betöltő és egy ideig egyébként Pozsonyban tanuló František Palacki cseh történetíróról elnevezett Palacki liget. 1930-tól pedig a Petőfi verseket is fordító Pavol Ország Hviezdoszlav szlovák költő nevét viseli. Hviezdoszlav szobrát 1937-ben ahhoz a helyhez közel leplezték le, ahol a csehszlovák időszak kezdetéig a Petőfi szobor áll. Erre a térre nyílt az a Hollinger féle Jurátus kávéház, amely a joghallgatók, ügyvédbojtárok legfőbb gyülekező helyének számított. Ma a helyén egy 20. századi lakóház áll. Az ekkoriban alig valamivel több mint 30 ezer lakosú városban az országgyűlések idejére több száz jurátus gyűlt össze, hogy élénk érdeklődéssel figyelje a politikai vitákat. Nagy részük az 1784-ben Nagyszombatból Pozsonyba költöztetett Magyar Királyi Jogakadémia hallgatója volt, amely előbb a Klarisszák kolostorában, majd az egykori jezsuita kollégiumban működött. Sok jurátus érkezett országgyűlési követek kíséretében vagy éppen képviseletében. És még mindig 1848 előtt maradva. A forradalom és szabadságharc egyik legismertebb alakja, Petőfi Sándor soproni katonaként többször járt Pozsonyban, hogy találkozhasson a nagymúltú, nívós evangélikus líceumban tanuló cimboráival. Az intézményben a magyarok mellett szlovák és például délszláv értelmiségeket is képeztek. Később, 1843-ban Petőfi színészi ambíciókkal érkezett Pozsonyba, de nem vették fel az itt tartózkodó magyar vándorszínésztársulathoz, ezért itteni legjobb barátjával, Kolmár Józseffel együtt az országgyűlési tudósítások másolgatására adta a fejét. A cenzúrát kijátszandó kézzel másolták a diétai történéseket összefoglaló újdonságokat, hogy azok levélként a legtávolabbi megyékbe is gyorsan eljuthassanak. Záborszky Alajos kis szerkesztősége a pozsonyi várhoz vezető Várlépcső utcában lehetett, egy másik feltételezés szerint pedig a mai Beblavi utcában, amely 1879-től 1945-ig Petőfi Sándor utca volt. A később Kossuth hírlapjának korrektorává, azután pedig pozsonyi iskola igazgatóvá váló Kolmár József számította a helyi Petőfi kultusz egyik legnagyobb ápolójának, és aggastyánként még ott lehetett a sétatéri Petőfi szobor 1911-es leleplezésén. Sírját az András temetőben találjuk. Az Apáca pályán lévő Blaskovics házat 1900-ban Petőfi emléktáblával jelölték meg, mert kiderült, hogy a költő 1843-ban egy időre ott szállt meg. A később újabbal pótolt eredeti tábla 1900-as leleplezésekor az akkor már Pozsonyban élő Tali Kálmán történész, irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. Ő azért is említendő, mert a 48-as hagyományt követő függetlenségi párt egyik vezetője volt. És most lássuk röviden a forradalmi időszak pozsonyi történéseit. Március 1-én Pozsonyban tudomást szereznek a párizsi forradalom kitöréséről. Kossuth Lajos, aki ebben az időszakban a mögöttem látható zöld szobaházban lakik országgyűlési követként, kezdeményezi, hogy az országgyűlés föliratban összegezze a magyarok
Bécssel szembeni követeléseit. Nyugat-Európa felbojdult, és március 13-án Bécsben is forradalom tör ki, amiről másnap már Pozsony is tud. Kossuth azt mondja, senki ne engedje magát túlragadtatni a kellő vonalon, de eme vonalig minden. Széchenyi meg azt, hogy a szomszédunkban ég, mi pedig forró vérünkkel oly közel állunk a lánkhoz. És hozzáteszi, reform vagy anarchia, e kettő közül kell választanunk. A felsőház egy része ugyan kezdetben vonakodik, de március 14-én végül a föliratot elfogadják, mégpedig István Nádor javaslatára. A Nádor Pozsonyban az országházzal, a volt kamarai épülettel szomszédos és összekötött Wittmann de Pauli féle palotában lakik. Ez ma szintén az egyetemi könyvtár része. Március 15-én Pesten kitör a forradalom, és ugyanaznap Kossuth Lajos vezetésével országgyűlési küldöttség indul innen Pozsonyból Bécsbe két gőzhajóval. A gőzhajók ott várják az argonautákat, ahol most a kék pontont láthatják a balparton. Erre a helyre torkollik ki a Híd utca, amely a sétateret köti össze a Dunaparttal. Innen a már említett hajóhíd közeléből kelnek útra az úgynevezett argonauták, akiket görög mitológiai harcosok, hajósok alapján neveznek így. Ott van a küldöttségben sokad magával Kossuth Lajos, Széchenyi István és a későbbi miniszterelnök Batthyány Lajos is. Utóbbinak a családja Pozsonyban is honos, hiszen egykor éppen e volt kikötő közelében állt a ma már nem létező dunaparti palotájuk. Egy kis időbeli kitérő. A szabadságharc után a közeli, ma a Szlovák Nemzeti Galériának helyet adó egykori vízika szárnyában sínlődik Madách Imre. Ő betegsége miatt nem aktív részese a forradalomnak és a szabadságküzdelemnek, de a bukás után Kossuth titkárát, Rákóczi Jánost bújtatja, ezért börtönbe vetik. De térjünk vissza a forradalmi napokhoz. Március 17-én Kossuthék azzal térnek vissza Pozsonyba, hogy Batthyány vezetésével megalakulhat a felelős magyar minisztérium. A küldöttséget a tömeg a kikötőből a Híd utcán át éjjelzés közepette kíséri a sétatérre, a zöld fához címzett fogadóhoz, amely egykor a mai Karton nyugati részén áll. A zöld fa ma már Cegléden megtekinthető erkélyéről Kossuth zengzetes beszédet tart a pozsonyiaknak, és bemutatja a kinevezett miniszterelnököt. Kossuth hangsúlyozza, hogy a magyar megtartja király hűségét, és a király nevében István főherceg teljes hatalommal felruházott királyi helytartó fogja a független felelős magyar minisztérium által Budáról kormányozni az országot. Batthyány ígéri, mindent megtesz, hogy feladatát ellássa, és kéri a nemzet bizalmát. Április 7-én megalakul a felelős minisztérium, 11-én 5. Ferdinánd szentesíti az áprilisi törvényeket. A prímási palota tükörtermében az uralkodó több családtagjával együtt ott van Ferenc Károly herceg fia, Ferenc József is. Álljunk meg egy pillanatra egy két fontos eseménynél. A forradalom kitörésének 50. évfordulóján a város vörös márvány táblával jelölte meg az országháza a mai egyetemi könyvtár épületét. Az első világháború után eltávolított tábla Tali Kálmán által szerkesztett szövege a következő volt. Magyarország fő és nemesi rendjei a népszabadság eszméjétől fellelkesülve e történelmi nevezetességű palota tanácskozási termeiben alkották meg a halhatatlan emlékű nagy művüket, az 1848-i törvényeket és azokkal a modern magyar államot. Örök dicsőség és a fölszabadított népmilliók hálája emlékükre. A nagy esemény színhelyét az utókor számára ez emléktáblával megjelölni hazafias lelkesedéssel elrendelte Pozsony Szabad Királyi Város Törvényhatósági Bizottságának 1898. évi március 7-én tartott közgyűlése. Emléktábla került ugyanezen közgyűlés határozata értelmében Tali szövegezésével a prímási palota falára is a Batthyány kormány kinevezéséről, de már az sincs a helyén.
ahogyan az áprilisi törvények szentesítéséről szóló emléktábla sem. A forradalmi időszak feszültséget, sőt pogromot is szült a városban. Az itt állomásozó, pozsonyi származású Aulich Lajosnak kellett megfékeznie a várai zsidónegyed ellen törő, fosztogató csőcseléket. Pillanatnyi megingása után Bécs egyre keményebben lépett fel Magyarországgal szemben. A másik oldal sem volt rest. Pozsonyban 200 fős önkéntes század állt fel Bittó Károly megyei számvevő irányításával, a polgárságból pedig nemzetőrség verbuválódott a későbbi polgármester Juszti Henrik vezetésével. A Bécstől elszigetelt Batthyány kormány szeptember 11-én lemondott, és október elejétől az Országos Honvédelmi Bizottmány vette át a szerepét. 1848-ban a Magyarországon élő egyes nemzetek elitjei is megfogalmazták a maguk álláspontját és stratégiáját. Vezető szlovák értelmiségiek József Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodzsa és Ludovics Túr létrehozták a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely 1848. szeptemberében a magyar kormányzattal való szembefordulásra biztatott. Pozsonytól északra a Miavai és Szenicei térségben csapataik ellen a pozsonyi származású Jeszenák János Nyitra megyei főispán Kossuth kormánybiztosa lépett fel a pozsonyi önkéntes század és a pozsonyi nemzetőrség támogatásával. Októberben Jellasics horvát bán serege megszállással fenyegette Pozsonyt. A térséget a feldunai honvédsereg biztosította, amelynek élére 1848. november 1-én Görgei Artúr került. Főhadiszállása a pozsonyi prímási palotában volt. December 2-án 5. Ferdinánd lemondatásával első Ferenc József lett az osztrák császár. Görgei tábornok december 10-i pozsonyi nyilatkozatában megfogalmazza a váltással kapcsolatos aggályait. Nyilvánítja a hadsereg, hogy Magyarország függetlenségét és a nemzet alkotmányos jogait az országgyűlés és az általa megbízott kormány rendeleteihez képest védeni, őrzeni, szent kötelességének tartja. Windischgrätz osztrák fővezér december derekán offenzívát indít Magyarország ellen, 16-án pedig Kossuth elismeri, hogy Pozsony tarthatatlanná vált, és a határszél védelmét fel kell adni. A harc az ország belsejében folytatandó. Görgei 17-én kivonul a városból, Windischgrätz pedig másnap harc nélkül bevonul. Majd a császáriak ostromállapotot hirdetnek az egész városra, és Pozsony vármegyére vonatkozó. Az aradi vértanúkon kívül az utókor külön megemlékezik a pozsonyi 13-akról is, akiket az 1849. januárja és júliusa közti időszakban végeznek ki különböző okokra hivatkozva. Dressler Kurz Dániel keresztély színházi súgó, Baldini János honvéd főhadnagy, Barta József honvéd őrmester, Petőc György Pozsony megyei másodalispán, Nimnichter János péklegény, Báró Mednyánszki László őrnagy és Gruber Fülöp tüzérhadnagy, Rázga Pál evangélikus lelkész, Mészáros Dávid katolikus plébános, Stift József földbirtokos, Tóth József földesgazda, Bugyik József béres és Trexler Ferenc tartoskeddi községi jegyző. Aradi társaival együtt végzik ki Aulich Lajos tábornokot, s velük egyidejűleg 1849. október 6-án Pesten Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. 1853-ban volt még egy kivégzés. A Percel Mór seregében jeleskedő Gasparics Kilit Ferenc szerzetes papot kötél általi halálra ítélték. A kecskekapui evangélikus temető és a katolikus András temető kezdettől fontos helyszíne volt az emlékünnepélyeknek, hiszen az evangélikus temetőben nyugszik Jeszenákon kívül Rázga Pál, a pozsonyi nemzetőrség egyik szervezője is, akit 1849-ben a pozsonyi Szamárhegyen végeztek ki. Ide temették például Tali Kálmán irodalomtörténészt és a nyomdatulajdonos Hekenaszt Gusztávot is. A Landerer és Hekenaszt féle pesti nyomdában jelent meg a 12 pont és a nemzeti dal is. Az idős Hekenaszt Pozsonyba költözött, ahol 1875-re
a Kecske és a Konvent utca sarkán palotát építtetett. A katolikus Szent András temetőben a dualizmus korában főként Szlemenics Pál jogtudósról és Csató Pál íróról, publicistáról szoktak megemlékezni, hiszen mindketten tettek a magyar 1848-49 előkészítéséért. A mai Pozsonyban március 15-e kapcsán a Petőfi szobor, október 6-a vonatkozásában pedig az evangélikus temető két pontja, Rázga Pál sírja és a Jeszenák család sírboltja szolgál emlékünnepség helyeként. Petőfi pozsonyi szobránál évről évre nem csak magyarok gyűlnek össze, hanem a szabadságot velük együtt ünneplő más nemzetiségűek is. Az ünnepségek korábbi szlovák szónokai szintén rendre rámutattak arra, mennyire fontos a közös emlékezés, a másik nép hagyományainak az ismerete és a kölcsönös tisztelet, tolerancia. Ez hozhatja el a közös szabadságunkat. Ilyesmire utalt Aulich Lajos hadügyminiszter is 1849. július 22-i hadparancsában. Harcunk, melyet Európa két elbízott hatalmassága ellen vezetünk, nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harca az abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. A koronavírus járvány miatt 2020-ban sem ünnepelhettünk, és 2021-ben sem ünnepelhetünk itt, Petőfi Sándor pozsonyi szobránál. Kisfilmünkkel, Pozsony kapcsán, a teljesség igénye nélkül azokról emlékezünk meg, kik értet haltak, szent világszabadság.